Én Balla István vagyok, a Mancsa Kézben Egyesület riasztás vezetője. A Mancsa Kézben Egyesület mentőkutyák képzésével foglalkozik, eltűnt személyek keresésével és a felelős állattartás népszerűsítésével. Egy kicsit komolyabb témáról szeretnék veletek beszélni. Az nagyon jó, hogyha ezzel soha senkinek nem kell valójában szembesülni, de ha esetleg mégis úgy alakul, akkor nagyon jó, hogyha erről hallottatok, és van róla bármilyen elképzelésetek, hogy mit kell csinálni. Ritkán, viszont sajnálatos módon előfordulhat, hogy valamilyen ismerősötök, szerettetek, gyermeketek, családtagotok eltűnik. Egyszerűen nem fogjátok tudni, hogy hol van, hogy megsérült, vagy eltévedt, esetleg kórházba került, netán bűncselekmény áldozata lett. Ezt amíg nem találjátok meg és nem kerül elő, nem fogjátok tudni. És most beszéljünk arról, hogy ilyen esetben ti mit tehettek. A legfontosabb első lépés, hogy ne essetek pánikba, mert nagyon sok irányból tud jönni ilyenkor segítség, és hogy mik azok a lépések, amiket ilyenkor meg kell tenni. Tehát fontos, hogy higgadtak és nyugodtak maradjatok. Nem kell a filmekből sztereotíp módon hallott 48 órát, 72 órát kivárni. Ezt majd a szakemberek eldöntik, hogy ők az éles keresést mikor fogják indítani. A legfontosabb dolog, hogy te azonnal cselekedjél, gondold végig, hogy hol, mikor láttad utoljára ezt az embert, akit keresünk, milyen ruházat volt rajta, egyáltalán minél több információt szedjél össze, és ezt próbáld meg a közeli ismerősökkel megosztani, megbeszélni, tőlük információt begyűjteni, hogy ott ki mikor látta, ki mikor találkozott vele, mikor beszélt vele, mikor hallott róla. De sikerült az ismerősöktől az információkat begyűjteni a ruházattal és legutóbbi tartózkodási helyekkel kapcsolatban, érdemes bemenni a legközelebbi rendőrségre, és ott segítséget kérni a szakemberektől. Ők adatokat fognak kérni az eltűntről, érdemes tudni a személyes adatait, azok legyenek kéznél, iratai esetleg. Itt fogják kérdezni ezeket az infókat, amikről korábban beszéltünk, hogy a rokonok ismerősöktől begyűjtöttél. Kérdezni fogják, hogy szed-e gyógyszert, van-e ismert betegsége, eltűnéskori ruházata, tetoválása, kedvenc helyei, bármi, ami segíthet megtalálni. Ezekkel a válaszokkal úgymond érdemes készülni, mert a rendőrségen ezeket kérni fogják. Érdemes esetleg, ha a telefonja elérhető, vagy a számítógép elérhető, vagy a Gmail-es, vagy az Apple fiókja elérhető, ezeket átnézni, hogy innen hasznos információkat tudjunk esetleg kinyerni a hollétéről. Itt nagyon sok érdekes dolgot, vagy apróságnak tűnő dolog lehet nagyon érdekes, ami segítheti a keresést. És érdemes kihasználni a közösségi oldalak erejét, érdemes egy informatív, lényegre törő, friss fotóval ellátott posztot készíteni az eltűntről, hogy őt keressük, hol láttuk utoljára, és hogy aki látta, az segítsen esetleg. Itt ugye nagyon nagy számú ember tud nekünk rögtön segíteni. És hogyha szükség van, bár ezt a szakemberek fogják eldönteni, de érdemes esetleg a körülményeket figyelembe véve azt is megemlíteni, hogy minket is keressetek bátran, mentőkutyás segítséggel is részt tudunk venni ebbe a keresésbe, de ha éppen mentőkutyás segítséget nem igényel az adott eltűnés, akkor is a mi szakembereink fognak tudni nektek segíteni.